Koszorúzással és emléktáblaavatással emlékeztek a kommunizmus áldozataira február 25-én Csepelen. A polgármesteri hivatalnál tartott megemlékezést követően egykori lakóháza előtt avatták fel Kovács Sándor vezérőrnagy emléktábláját, aki főhadnagyként 1956. novemberében a Csepeli Királyerdőben hősiesen szállt szembe a támadó szovjet csapatokkal, és a végsőkig helytállt a túlerővel szemben. Ezért először halálra, majd börtönbüntetésre ítélték. Megemlékező beszédében Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, felidézte Kovács Sándor életútját, majd hangsúlyozta, 1956 hősei közül sokan óriási árat fizettek kiállásukért és a forradalom napjai alatt hozott bátor döntéseikért. Hogy Kovács Sándor vezérőrnagy úr bátorsága, megtörhetetlensége, hősi helytállása legyen példa minden magyar, mindannyiunk számára. A tiszteletére felavatott emléktáblánál emlékezzünk ma mindazokra, a megkínzott és kivégzett, a meghurcolt és kifosztott honfitársainkra is, akik a kommunista erőszakrendszer áldozataivá váltak. A miniszterhelyettes emlékeztetett arra, az utókornak feladata és kötelessége a múlt feltárása, hőseink nevének tisztázása és emlékük életben tartása. 22 éve az első Orbán kormány idején elköteleztük magunkat az évente megtartott méltó megemlékezés fontossága mellett, így a Magyar Országgyűlés döntésének értelmében február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az emlékezés jelentősége mellett ez a nap felhívja a figyelmünket arra is, hogy ma is szembe kell szállnunk a zsarnokság minden formájával, és arra, hogy ma is ragaszkodnunk kell szabadságunkhoz, nemzeti szuverenitásunkhoz, ahhoz, hogy mi magunk dönthessünk az országunk sorsát érintő kérdésekről. Az emlékhelyet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök áldotta meg, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit.